Deck. Megköszöntünk mindenkit most már személyesen, eddig filmezgettünk a útra. Hát nem tudom, hogy hol fog kezdődni a kazettát. Itt vagyunk, Titusville nevű, hát végülis ez nem egy város, ez egy külső rész. Titusville közelében van a Kennedy Space Center, tehát a magyar az űrközpont, és hát a látogatói központja. És itt a háttérben látni egy-két dolgot, majd megyünk közelebb, aztán fogjuk mutatni az egészet. Hogy még korán vagyunk. Aztán itt fognak jönni ilyen öreg autók, el kell innen álljunk félre. Ja. Ott előbb próbáltam az útról ezeket, ezek a fene tudja mik. Jön be rakéta. Dula Janika. Úgy néz, hogy... Jaj, hova mennek? Mindjárt vérfizé. Janika megint. Ott percet. Na, ott jó is lenne az a parkoló. Pontosan. Hogy féke? Ó, jó is ott az kéz. Na, erre elmennek. Hát én oda. Ez is jó. Na most ez le kell szállni. Itt le kell állnunk. Ahogy Jani is mondta, itt a parkolóba vagyunk, és hát valószínű ott, ahol a látványosságok vannak, illetve nem valószínű, hanem biztos, hogy oda buszok visznek be minket. Na most itt, ahogy bejöttünk az útról, itt lehet látni így a fák között, így a repülőt például. Ilyen érdekes dolgok. Nem oda fogunk menni, hanem innen jóval messzebb. Tehát, mint mondtam, buszokkal fogunk bemenni. Majd mindjárt mutatom csak. Megvárom. Ja, nem jönnek vissza. Jó van. Majd oda be kell mennünk valahova, ott fel kell vennünk ilyen brosúrát, meg hát nem tudom, a jegyeket hol kell megvenni a buszra, meg ilyesmit. És ott vannak arra a buszok. Gondolom azokkal fogunk menni. Utána ezen sorban, csak még egy picit korán vagyunk. És jó idő lesz ma nagyon. Ilyenkor már hamar fölmelegszik a levegő. Aztán... Hát ahogy mondtuk is, innen elálltunk, mert ide jönnek ilyen öreg autók. Ilyen muzeális értékű kocsik, biztos ünnepelnek valamit, vagy a fene tudja. Akkor megyek oda, és akkor folytatjuk majd a filmet. Az összes ide fog jönni. Hanok, menj el valahova. Menj el arra a francba, azt oda csalni. Egy pici madár elszállt ide a... Egy madárnak adott kaját, azt erre ide jött az összes. Ilyen kicsike. Ezek jók, a sirályok a hangos... Azok rögtön hívják a többit is. Ezek faszák, ezek nem mennek kocsira, meg mindenki. Én egész itt van a lábam? Na, ide ne. Egész ide jött el. Nem félnek, marha hogy látszik. Ide. Honnan jönnek? Minden honnan. Oké, Kata. Katink! Érzitek, mennyi össze. Ezek hogy várnak? Itt? Mennyi összegyűlt. Ezek a... Ez nem tudom milyenek. Fene tudja miket. Hol vannak? Ó, de aranyos. Mint egy kis csúri olyan, csak annál nagyobb. Jaj! Na, mutasd megint! Nem tudod, mikor jön az éjjel. Ki az érkezett? Olyan ügyesen.
De gyere! Ez jó volt! Gyere! Ó, azok nem jó! Gyere! Ne? Gyere! Olyan nagy hanggal vannak! Nem pár! Nem akar! Gyere! Az majdnem! Na, nem kell? Menj hova! Hol van gyerekek? Szép kocsikot lát. Na, Tévi nézi a tájékoztatót. Most már benn vagyunk. És hát közeledünk lassan itt a rakéták felé. Vannak ilyen kimustrált rakéták, gondolom. Úgyhogy most ezeket fogjuk megnézni. Hát aztán itt minden van. Itt vagyunk, közel bejöttünk a rakétakertbe. És hát itt a űrhajózáshoz szükséges dolgok, itt például egy radar antenna, és hát itt vannak ugye ezek a hatalmas rakéták. Ezeket lövöldözték fel annak idején először. És itt van egy óriási ilyen hordozó rakéta. Ezek igaziak lehettek? Persze. Ez a rakétgárdás. Hát mindjárt megyünk közelebb. Ilyen űrjátszótér. Ez a Katit ott dobad. Aha. Kis Challengerrel. Ebbe be nem felesik. Ez itt a Gemini űrhajó. Titán 2 űrjármű. És itt van közelről a hajtómű. Igen, komolyan meg van csinálva. Ezek viszik fel aztán az embereket. Fene tudja, hogy mi micsoda. Itt van maga a rakét. Jó magas. És itt van kiírva, hogy a John Fitzgerald Kennedy űrközpont. Ez a nagy grupi nem menjen el. Oda is be lehetnek. Jó korák, ugye? Ja. Ajjajajajaj. És itt van mellettem egy még nagyobb. Be. A teljes nagyságba, életnagyságba egy űrhajó. Tamány motorral, hajtóművel. Gyönyörű nagy. Képet, ami ezt fölállítja. Majd mindjárt lekaplak itt, jó? Nem. Marha nagy. Hát ez az a rész, amikor a űrhajós ugye a magasban van, és szépen bemegy ezen a folyoson, és hát ott van végül is, ahova beszáll, az az a rész, amiben tartózkodik. És ugyanez a rész jön vissza a földre. Megyünk, be fogunk szállni. Itt a Évi is, ahogy megy, azt is veszem. Megyünk a űrbe. Na. És persze ez a rész aztán leválik utána. Na, és benn vagyunk. Na és ott vannak a űrhajósok, mi? Ott fekszenek. Így lövik föl őket. Jó, mi? Szállna be a rossz sebb az.
Most már megyünk visszafele, hát megnéztük itt ezt a rakétakertet. Itt is egy jókora dög. Az ember elszédül. És hát megyünk visszafele a központ felé. Hát nem tudom, itt vannak ilyen több háromdimenziós mozik, hogy majd ott mit tudunk venni, vagy egyáltalán tudunk-e ott filmezni. Na mindegy, majd meglátjuk. Nem voltunk egy ilyen ajándékboltban. És hát vettünk egy kis emléktárgyat, szokás szerint. Mindig amerre járunk, mindig veszünk egy ilyen, vagy egy ilyen díszkanalat szoktunk általában. Vagy egyéb ilyen apró dísztárgyat, emléktárgyat inkább. Nagyon, nagyon szép a dekoráció. Benne üzletben. A moziból kijöttünk, aztán egy óriási téren vagyunk, és itt van egy marha nagy parabola antenna. Hát ezek itt már nem működő dolgok, majd aztán megyünk a busszal tovább. És hát ebben a moziba voltunk itt bent most. Ott mennek a éviék, azt hiszem majd a méretekből lehet látni, hogy mekkora dolgok vannak. Itt csinálunk pár fotót. És hát végül is ez a parabola antenna, ez egy emléktábla. Tudod, mi ez a hely? Ja, egy emlékhely. Amikor 86-ban kim voltál, tudod, Chicagóban, és onnan néztétek körülbe a cselencsét. Igen, ezek haltak meg, ugye? És amikor felrobbant a cselencsét, és a hat űrhajós, hatan vagy heten, nem is tudom hányan voltak. Itt többen vannak, több név van. És hát azok gondolom azoknak a neveik, a memoriál, igen. És azoknak a emlékére van ez a... emlékhely, hát végül is egy emlékfal. Pont ekkor voltam kint először Amerikába, 1986. január 28-án, és illetve ekkor itt még akkor kint voltam, és hát sajnos azt kell mondjam, hogy élőben láttam a közvetítést, amikor meghaltak. Hát ők voltak itt heten, ezek voltak. Akkor meghaltak. És hát azóta több halott van, és hát ezek mind azoknak a neveik vannak itt a emléktáblán. Úgyhogy ez egy emlékhely végül is. Ez a hét fotó. Nagyon szépen meg van csinálva. Hát itt gondolom meg ünnepségeket szoktak csinálni. Óriási terület. Én voltam Berlinbe, voltam Berlinbe a Alexanderplatzon, ott voltak ekkora térségek. És hát az ott itt Amerikában, nagyon sok ilyen helyen voltunk már, ahol ekkora nagy szabad térségek vannak. Gondolom a halakat nézik. Újra itt a mozi.
és most elmegyünk ide, megnézzük az egyik Challengernek a mását. Eljöttünk ide a Memorial Parkból, és itt van egy Challengernek egy mása, amivel szembe is lehet menni. És itt ez ilyen lapokból van, amik egyszerűen nem égnek meg. Ez a borítás, a nagy surlódástól fölizzan az egész. És most fölmegyünk, aztán megnézzük. Fent vagyunk itt a emelvényen. Innen csak egy ilyen körképet tudok adni. Majd aztán azokkal a buszokkal fogunk menni tovább a maga kilövőhelyek felé. És hát itt így néz ki ez a űrhajó. Űrrepülővény is. Megnézzük, mi látható itt bent. Nem tudom, hogy... Ez a felépített mássalat a hajszínnek. Ez pontos mássalat. És itt van egy ilyen bejárati rész kialakítva. Hát itt van maga az űrrepülőgép. Kívülről. Szárnyrész. Ez egy igazi repülő tényleg. Megdöbbenni van itt benne. Szép tisztaság. Itt van a kontrollszoba. Ez nem igaz, hogy fülke. Ezek ki kell tudni igazodni. Itt aztán van műszer. Mire mi megtanulják, mi? Nézzük itt csak a gombokat, hogy milyen izék vannak rajta. Közben meg tájékoztatok is a full-scale model of Space Shuttle Orbiter. Mind a tükör olyan minden belül. És hát itt van a belseje. Ez meg itt lehet is lehet, hogy megnézni, hogy ott milyen, tudom. És hát ilyesmit szállítanak föl. Ez egy űrállomás, egy műhold féleség, és hát ez a rakománya végül is. Ez egy daru itt egyébként, jobbra. Ezt Kanadába csinálták, úgy látszik. Ezzel emelik ki az okokat a űrhajóból. El ne tudja. Jól néz ki. Végül is ez a rakodó tere itt neki, ugye? Ide raknak be mindent, amit visznek. Hol van az a rész, amit láttunk az izébe, hogy olyan nyitott volt? Hát ez nyílik föl. Igen? Ez az egész, persze. Ez akkor kinyílik. Na jól van. Jó bonyolult, mi? Na, megyünk vissza. Te lejjebb vagyunk. És itt van az a rész, ahol élnek. Az űrrepülés közben. Tehát... én nem tudom, hogy mi csoda. Ez a WC. Ez a klotyó. Itt ez a WC. Ez ilyen vákumos lehet ám, mi? Biztos. Nem? Gondolom, hogy úgy csinálja. Ez. Oda rá kell ülni, és ott van egy szívó rész. Tehát... és hogy pisál vajon? Szar lehet. És hát ez a itt élnek. Azt kell fogni. Itt tudnak kibejárkálni, gondolom. Ugye, ez a zuhany. Tényleg ez a zuhany, nézd ide. Micsoda? Ez a zuhany szó. Ez. No, it's like a tűz van. És ilyen elszívó húzzák be a vizet, meg jött tudom én. Érla. You can hear that. És ugye a fekete rész, csak a fronta orrész van így beborítva, egy ékhetetlen anyaggal. Ilyen kis csempékkel vagy. Igen, olyasmi. Ez egyszerűen nem izzik fel. Ez védi meg a fölizzástól a űrhajónak. Nem is tudom, mennyit mondott, valami 30 ezer, vagy mennyit? Nem tudom. Csempét, amikor ja. A filmen, ahogy néztük. Ez ilyen ékhetetlen anyag. Ja, és akkor így, itt is a szárnyaknak a oldalai ilyennel vannak lebontva. Egy kis darabkákból van kirakva az egésznek a oldala. Ez nem ég, nem ég, nem ég, nem ég meg egyszerűen.
Na és hát itt van alulról, illetve oldalról és alulról egy kicsit. És ott a Kata alul. Úgyhogy látszik, milyen magas repülőről van szó. És hát ott van a hordozóra két a rész, ami fölviszi. Itt vagyunk alatta, és hát itt van, mint ahogy mondtuk is, ilyen kis lapocskákból van kirakva az egésznek az alja, és mondom, meg az orrész, tehát ilyen hőálló anyag. És itt a kerékrész, a jó erős. Ja. Föl van jól fújva, Kati? És ugye innen jön le. Hát ez mondaná, nem az eredeti szerkezet, úgyhogy ez egy másolat. Ja, az is itt ki van vágva ilyen bokorból az egész. Akkor gyerünk! Teljesen olyan, mint egy buszpályaudvar, hanem a étteremből bejöttünk egy kávéra. Mennyezet is ilyen csillagos. Mindenki kiszolgálja saját magát. Hát ott a tiszta kávét adják csak ki. Aztán itt mindenki azt rak bele, amit akar. Tejszínt, cukrot, cukorpoltrót, meg egyebeket. Ilyen pultok vannak, és akkor mindenki saját magának csinálja. Meg a hátul pedig a hotdogosok. Már jönnek is. Ne menjünk ki? Ki lehet menni? Megcsinálják itt a dolgokat. Hát itt van minden nyavaja. Mennyi? Egy? Egy elég neked? Kettőt tehetsz ebben. A kékből, ikolt. Mindegy annyit vesz, amit akar végül is. Okay. Meg majd tejszint azt onnan hozzatok, jó? Itt van. Azt ahhoz ezt le kell tenni, megcsinálni azt. Ja. Na jól van akkor. Janik, állj oda mellé! Megy egy űrhajós. Kávészünet. Most majd fölülünk a buszokra, aztán elmegyünk oda, ahol a kilőjárások. Ja. Oda már nem lehet. Hát gyalog meg. Gyalog nem lehet menni. Jobban. Micsoda? Lehet ilyen fényképet csinálni, ráteszik a fényképet ilyen képes lapra, amin ilyen űrhajós üzék vannak. Tudod, mint a űrruhában lennél, akkor mint a újságban lennél. $5 megcsinálják egy perc alatt. Ilyen busszal fogunk menni. A Firminekre. Uradagon belül. Azt hiszem ezzel fogunk tudni menni. És ezek visznek ki minket aztán. Ahova kell. Megyünk is előre. De. Amit még elég buszni. Van az a biztonságulat is. Nem sok dolgot van itt, hát itt nem tudom, rosszabb. Lényeg a feje. Mikor ültél utoljára buszon? Hát itt még nem. És hát ez se akármilyen ám, úgyhogy gyerünk. Itt a tévében. A tévénk is van. Hipermodern, légkondicionáló berendezés, sztereóval. Úgyhogy minden van ez be a buszba. És arra megyünk. Teljesen mindegy repülőjön. Aztán majd várjuk a megjutásokat. Megjöttünk az első állomás helyünkre. Tudod, visszaszámlálás van már ott fönn. Mikor nyit ki ajtó. És hát rengetegen vagyunk itten. Majd
fele. Ez egy egyébként fegyveresen őrzött terület, ugye? Nem is akár, hogy vannak lekerített részek, ahova bemész, akkor becsuknak börtönbe. Igen. Ki volt írva? De nem lehet akárhova eljárkálni. Kerítés miatt, nem is. Rendes izé van, ilyen kerítés. Börtön éveket lehet kapni. Valaki felcsándor. Mert ez bár ilyen valódi terület. Oké, nyíljon az ajtó. Itt a valódi központban meg így van. Kaptunk egy ilyen irányító központban. És ez volt az eredeti, ahol az első holdraként, tehát innen irányítottam. És most megyünk, és megnézzük valójában is a rakétát, az eredetit. Hát ez volt az a központ, ahonnan irányítottam mindent. És teljesen igaz. Akkor megyünk. Ott vagyunk, és ott van az első volt rakéta. Szemünk szánkodott táplomban. Méreteket nem tudom, hogy melyet tudom, hogy érzékelni. Talán egyféleképpen. Vagy elmennek innen az emberek egy kicsit. Óriási építmény. Ajtót vetja. Dolgoztam. Itt van az a bizonyos busz, amivel kiviszik a űrhajósokat a kilövő álláshoz. Csak minden lesz majd. Ezt csak így tudjuk mutatni. Egy óriási nagy hangár. Ilyen állványokon van rajta. Stésenként, tehát amit levágnak részét. Nem tudom, hogy hozták ezt ide, de... A Évi mond egy pár információt. De hát amit itt most látunk, hangosabban ez az Apollo Saturn központ, ahol vagyunk. És hát bent előbb filmet néztünk, ne gyere ilyen közel hozzám. Muszáj a hang miatt. Filmet néztünk, és itt most látjuk ezt a rakétát. Hangosan mondja. Ezt a rakétát, ami fönn volt eredetileg is a Holdon. Ez nem volt fönn. Nem volt fönn, hát dehogy nem. És... Ugye ez, hát hogy jött vissza akkor? Amit tudom én. Ez az egész. Azt mondja a nagysága, azt mondja 363 feet hosszú, hát ez nem tudom mennyi feet. Hát 100 feet az 30 méter. 100 feet 30 méter. Ez egy 100 méter körül 100 lehet? Méter, mi de esztergomi bazilika olyan magas. 6,2 millió pont a súlya. Ezt felezd meg. Felezzük meg, akkor 3 millió kilogramm. Kilo? 3 millió kilogramm. Igen. És mögöttünk pedig majd, ha mutatod, az a busz, ami kiviszi az űrhajós. Igen. Ez valóban egy használatban lévő szóval volt. Nem. Ez vitte az Apollo. Ez vitte ki őket. Mindjárt megmutatjuk belülről is. Hát ezt már nem használják szerintem. Nem hát. Hát itt ültek bent a jóskák. Nem tudom, mi fog látszani, nagy a visszatükröződés. Hát mégis egy egyszerű kusz. De szerintem viszi. Még használják. Ez viszi ki őket. Mert a plexidet csak leveszik, ugye? Na, az a ja.
Na, az Apollo, ez a nem vitte ki az Apollo. Igen, ez az a kocsi. A legénységét. Még ma már modernebbek vannak, mi? Na gyere, menjünk közben lassan. Jó hosszú. És milyen magas ide nézve. Ja. Hát így nem tudom, hogy a kamerán hogy lehet majd érzékelni. Janika! Hát óriási. Túl sokat nem lehet, nem lehet elég. Borzalmas nagy. A műről vannak ilyen prospektusok, tehát kirakva tájékoztatók. És ebben mind az üzemanyag van benne, ami viszi. És csak abban a kis kapszulában vannak. Igen, a végén. Igen, majd ott a végén megmutatom. Aztán itt van minden, itt van lekicsinyítve ugyanez, amit itt látunk. Ezt megmutatom. Igen. Na itt van lekicsinyítve, és ja, akkor fel, itt fönt, aztán ugye a emblémák, rengeteg embléma, végig. Apollo. Ez a tankrész akkor. Hát ez volt a legalsó rész. Ez a tankrész, amiben az üzemanyag. Ettől eddig, ugye mi a üzemanyag. Ez a nagy dög, és akkor innen ugyancsak egy rész jön, ami szintén hajtóművekkel van. Ez a második rész, része az űrhajónak. Mert ez ugye leválik, menet egy idő múlva. És akkor itt van a következő hajtómű, ami ugye újra bekapcsol, amikor már fönn vannak. Ugye? És akkor ez viszi tovább. Itt van lekicsinyítve is, ugyanez. És majd mutatja belülről is. És hát itt van, felbontva jobban, meg szintén burkolva. És ez mind tele van üzemanyaggal. És hát itt vagyunk, ez az a rész. Amit most mutatok, ez itt van. Tehát a valóságban ez itt van, és egy újabb tank jön, ami szintén tele van üzemanyaggal. Tehát nem tudom, mennyire adja vissza, hogy a belseje üres. Hát ez föl van töltve, vagy azért. És itt pedig ugye ez a második rész, és itt van a harmadik rész, ami szintén üres. És hát a legvégén van a kabin. És itt van, ez pedig a maga, ugye a holdjármű. Ez. Ott van benne a holdjármű, látod? Aha. Holgány, és csak ott vannak az üzék benne elől. És ebben vannak ott belül az emberek. Na, ott, ez csak. Na, de ebbe is ja, tudnak menni. Ja. Ott, tehát ebbe tudnak menni. Ebbe. Ez is egy üzemanyaggal töltött rész. És itt vannak legelőn a ürgék. Itt bent, ott nem tudom mennyire látszik a fejük. És ott vannak hárman. Egy, kettő és három. Norman Lover és a Andres voltak fönt. Egyszer egy, akkor kettő, megyünk tovább, és három. És ami aztán már végül is kimett a világűrbe. Tehát ez a harmadik rész. Itt van a hármasztés. Jókora tartály. Évig ott megnézik a holdjárműt, van itt egy holdjármű, majd mindjárt leveszem, csak még a rakétánál tartunk. Tehát itt megyünk alatta tovább. Ezek mind eredeti darabok. Karika, ami összekapcsolja ezt a két részleget. És itt van az orrész, felé megyünk. Van maga az űrhajó végül is.
az ajtó. Ki is van nyitva. Ezekkel itt irányíthatták menet közbe űrhajót. Ez volt kint a világűrbe. Ugyanez, ugye a űrkabinnal együtt, és hát az első rész azért nem tudom, hogy mire van. És ott van a eredeti daruk, minden itt vannak hagyva, tehát marha jól meg vannak csinálva. 25 tonnás daruk. Nem sok minden látszódik. Jó kora. Ugyanez, amit eddig láttunk, itt van felállítva kicsiben. Most Jani megfogja a hold kőzete. Ez itt egy eredeti, igazi hold kőzet, igen. De miért? Nagyon, ott az a picurka. Oda van ragasztva, jó, nem? Ja. Kis fekete, és itt van róla egy ilyen tájékoztató. Azt mondja, hogy 17 gram. És hát ilyen bazalt kőzet ez. Ja, meg van csiszolva. Azt mondja, hogy 3,7 billió évvel ezelőtt formálódott ez a kőzet, és idősebb, tehát öregebb a kőzet, mint a Földön levő kőzetnek a 99,9%, majdnem 100%-a. Úgyhogy... Még ott van valami Még egyszer, akkor mindenki megfogja. Egy egyszerű fekete kőzet, oda van ragasztva. Szóval az a lényeg, hogy az eredeti hold kőzet. Maga a holdkomp, amelyik a holdról visszajött, és visszacsatlakozott ugye az űrhajóhoz. Ott van az a létre, amit lejöttek. Hát azóta távolba kijöttünk ide a teraszra, hát nem tudom, hogy látszik-e a nő feje fölött. Mondtam, mikor jártam, hogy ezen a... Itt a kilövő hely. Nagyon messze van még ide. Tudod, vártam. Mondtam, hogy várhatnak. Kacottunk ki. Maradnak. Jaj, nem szóltak. Itt van Jani. Te már fáradt vagy, úgy látom. Kicsit álmos. Nagyobb korán kértek. Én már fel voltam ilyen három. Messze vagyunk el. Messze. Jó, 3 óra autó. Itt végig ez egy mocsaras rész itt, és ki van építve. Ez egy 40-es rezolt ez. Minden nem behetünk az életet. És hát ott a, azt nem tudom, mutattad a lépcső, ami látszik itt a... Szóval ide szoktak fölülni, és akkor innen nézik a kilövést arra. Hát ahol felé rendes tűnik. Ahol már elnök szokta nézni. Igen. Hol volt előbb? Ja. Több kilövőállás van, nem csak egy.
Azt hiszem az a legnagyobb, amit talán most mutatok. Hány nap van ebben a hónapban? Maria? 31-et. Jó van most. Veled zárt, aztán majd folytatjuk. Fejeztük be Apollo űrhajó látogatását. Most újabb buszra várás jön. És most már ott megjöttek, hozták a népeket. És innen visznek minket tovább. Most mi leszünk az első, mert az előző két busz elment, és pont mirán került volna a sor, addigra betelt a busz. Úgyhogy állóutas meg nem lehetséges, úgyhogy most várnunk kell. Annyi? Jó sokan vannak ám már. De ilyen állomásról állomásra megyünk. Mennyi távolság lehet egy-egy állomás között? Több máj, több kilométer. Hát most körülbelül mennyit jöhetünk? Az előző kilométer. Helyünktől egy mennyit jöttünk? 10 kilométer. 10 kilométer. Az mennyi? Most innen körülbelül megint egy annyit, megint legalább. Úgyhogy gyalog nem lehet, és ilyen mocsáron és dzsungeleken átmennek a utat. Hát, de kocsival nem lehet bejönni egyszerűen. Mert ez ilyen lezárt terület, szóval itt nem lehet össze-vissza járkálni. Ott is, tessék, ott van kerítés, úgyhogy nem hagyhatjuk el ezt a részt. Szépen állunk itt, nézd meg az embereket. Sikerült ide előre nyújjuk. Welcome aboard. Everyone here will be traveling out past the Vehicle Assembly Building and onto the Launch Complex 39 Observation Gantry. This facility offers incredible panoramic views of the Space Shuttle launch pads 39A and 39B, the VAB, and the Air Force launch pads, where missions such as Voyager, Mars Pathfinder, and Cassini lifted off. In a few moments, we'll be passing the Shuttle Landing Facility, where the shuttles often return to the Space Center from orbit. Megálltatik esetleg itt dolgoznak a kocsiában. De nem engednek be senki. Csak ide hozzak. The Shuttle Landing Facility is located 2 miles northwest of the Vehicle Assembly Building. It is one of the longest and widest runways in the world. You need a little room when you're landing in orbiter. It's been traveling 160 miles up at about 17,000 miles per hour. The process of slowing down the orbiter begins halfway around the world with a series of maneuvers. The commander turns the orbiter in an area about the size of a baseball diamond. Two large diesel engines, which power electrical motors, turn its treads. Operating a vehicle of that size takes a highly trained crew of about 20 engineers and technicians. We know we just can't drive 18 million pounds down the street or over the sand. It would sink down out of sight. So our engineers designed a very special roadway. The stone road that the crawler transporter travels on is called the crawler way. It's 130 feet wide, about as broad as an 8-lane highway. To support the crawler's tremendous weight, the crawler way has 4 layers of river rock, crushed stone, and compact fill, going down more than 7 feet deep. It really is quite a remarkable sight to see a crawler making its way down the crawlway at the stately pace of 1 mile an hour, with a fully assembled shuttle sitting on top. Both launch pads are more than 3 miles away. To get there usually takes the crawler about 5 hours. We have 2 crawler transporters here at the control center, 2 primary and 2 support. The launch control center oversees the launch until the moment the shuttle clears the tower, about 7 seconds after liftoff. At that time, responsibility transfers to mission control at Johnson Space Center in Houston, Texas. As we said before, the reason we launch shuttles is to get the orbiter and its payload into space where it can do useful work. There's a lot of work to do up there, so we try to maintain an active schedule of about 7 launches per year. Ideally, that means at any given time, we might have 1 shuttle up in orbit, 1 ready to go, and 2 being processed. Much of our work in space involves satellites. A shuttle mission might launch a new satellite, fix a broken one, or return an orbiting satellite to Earth. We carry the satellites in the orbiter's cargo bay. Satellites can range from the size of a basketball to the size of a bus. Satellites serve many functions for us here on Earth. When you telephone a friend in Paris and you hear him, clear as a bell.
That's a satellite making the perfect connection. Weather satellites have saved lives by giving early warnings of storms. Other satellites monitor Earth for pollution, new energy sources, and food crops. And a satellite like the Hubble brings us never before seen images of distant galaxies. We also perform scientific experiments in space that have breakthrough potential in many areas. For instance, the weightless environment allows us to separate chemicals into a pure form, which might eventually be used to make more effective medicine. Előadásokat fogunk most nézni. Úgyhogy ezt nem tudom mutatni. Végül is jönnek befele. Kijöttünk a moziból, és mindjárt bejöttünk egy ilyen előadó terembe, ahol meg van csinálva, jobban meg lehet nézni esetleg részleteibe is magát a kilövő állványt. Onnan a Challenger-t ugye fellövik. Ja, kicsinített más a természetesen. Itt van maga az űrhajó. Hordozó rakéta. In 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, begin sequence story. The launch pads of Complex 39 are where the journey to space begins. This is where months of preparation come down to a final few hours. The launch countdown. The count starts forming about 2.5 days before the moment of liftoff. While countdown activities are controlled from the firing room in the Launch Control Center, workers at the pad complete their final tasks to prepare the shuttle for its journey. To draw propellant gases away from the vehicle. Atop the fixed surface structure is the lightning pass, which protects the tower and the shuttle from lightning strikes. The rotating service structure provides protected access to all the shuttle's critical points. It also has a clean room, which allows installation and work on the payload inside. An inflatable seal closes the gap between the shuttle and the structure, allowing the payload bay doors to be open without risk of exposing the payload to dust and dirt contamination. Approximately 12 hours before launch, 6 hours before liftoff, all but a handful of workers leave the pad as extremely cold liquid oxygen and liquid hydrogen are loaded into the external tank through an intricate system of pipes and valves. As the interior propellant tanks fill, some of the propellant turns to gas and must be released safely. A vent hood called the beanie cap collects the oxygen vapors, routing them away from the tip of the tank to prevent the buildup of ice. Potentially explosive hydrogen gas is also routed away from the tower to a flare stack where it can safely burn off. 3 hours before launch, the astronauts enter the orbiter, engines firing. 6 seconds left until liftoff. Still attached to the platform by 8 bolts with explosive nuts, the shuttle bends forward and then back. Umbilical systems and the hold-down bolts must remain attached until the final moment, just in case there is an engine cutoff, which aborts the launch. Simultaneously, the solid rocket boosters are ignited. The 8 explosive nuts detonate, and the umbilical connections release. The space shuttle lifts away from Complex 39 on another mission to explore and develop the frontier of space. Nagyon erős a szél, de azért próbálok hangosan beszélni. Tehát a különböző épületeket lehet itt látni a távolban, nagyon messze vannak. Arról jöttünk egyébként.
és a régi és az új kilövőhelyeket lehet itt látni. Megpróbálok mondani is valamit, hát ott azok a liquid, a hidrogén tankok, tehát a folyékony hidrogén tankok. Ott tőle-balra van egy víztorony, ami hűti a kilövő állást, amikor lövik föl éppen a űrhajót. Ez a nagy, az maga a kilövő. És hát ugye maga a kilövő állás, és balra pedig még egy kilövő. Még egy oxigén, az meg a oxigén tank. Meg oxigén tank, mert előtt van egy tábla, ami mondja, hogy mi micsoda. És akkor ezen a úton megy ki aztán ugye az űrhajó, abból az épületből, ott állítsák föl, és teszik rá arra a járműre. Tehát magyarul most éppen ott van benne a Challenger, ebbe az épületbe. Aznak szét lehet nyitni az ajtajait, oda nem engednek be. Hanem az itt szét lehet nyitni, mint egy könyvet. És akkor onnan indul el. És akkor jön erre végig ezen a homoksávon. Egészen addig. Úgy néz ki, mint a régi magyar határ. Ugye egy májat megy egy órára. És akkor megy egy májat, tehát majdnem 1,6 km egy óra alatt. Alatt. Kb. 8-10 órát tart, amíg odaér. És itt van a másik kilövőhely felé is az út. Úgyhogy az még nagyobb, ott vagy csak nagyobb van, a mondtam is, ugye most balra eljöttünk a szerelőépület, és maga a kilövést irányító központ az pedig itt van. Az a vízszintes valami. És ott van még egy épület, az pedig a mi, az a operáció, ilyen mi ez? Szerelik az üzéket. Na, és ha erre eljössz, egész most a véget, elindulunk jobbra, ott is egy épület. Az is egy ilyen szerelő műhely. Végig. Akkor az a kettős, ja ott onnan az a mozgójárművet ott csinálják, rakják össze, és akkor itt tovább. Ez a legutolsó, itt szóval tárolják mind a rakétát. Mind ilyen szerelőhelyek, de barha nagy területen helyezkedik el. És itt innen jöttünk a busszal el, ahol ott van az a hosszú rakéta, az a Saturn, Apollo Saturn, amit az előző kockákból lehetett látni. Hát egyet tudtunk így megmutatni erről a részről, sajnos ugye közelebb már nem igen engednek sehova, úgyhogy innen már majd csak visszafele tudunk menni, ennél közelebb nem engednek senkit. És mondják, hogy olyan biztonsági előírások vannak, hogy egy csavart nem engedhetnek le a földre, innentől, ettől a résztől. Én is figyelj. Tulajdonképpen két kilövő állás van. Hogy? Micsoda? Ja. Ez a legnagyobb itt, igen. Jó, nézd. Még így egy nagy ormotlan akármi, de hát nagyon messze van még innen. Itt a biztonsági izék, ott is a őrség. Nem túl jó a képem, így Jani beállt a motor alá. Ilyen motorka. Van itt. Jó. Ott a... Próbálom közelre, amennyire tudom, közben cirkuszi mutatványokat kell csinálni. Atya Isten. Hát így a méret nem is nagyon látszik. Hát ebből hány darab van rajta? Négy vagy öt. Négy? Nem is tudom. Akárhogy állok, nem jó itt a kép, mert mindenhonnan a... Hát itt van egy pihenő rész, hát itt sok minden nincsen. Végülis innen aztán be vagyunk itt kerítve, mint azért sehova nem lehet elmenni. Nem van. Csak a buszokkal, sehova. Mi? Ja. Kimész, akkor lecsukod.
Persze, mindenhol a kerítés. Ezen belül lehet csak mozog. Még egy pár kockát itt, tehát tényleg nem túl nagy végül ez a rész, amit nekünk engedélyeznek, hogy használjunk. Ott voltunk fönt ebbe a komplexba, a legtetején, és onnan mentünk körbe, és onnan filmeztük ezeket a kilövő állomásokat. És hát azt mondja, hogy most van 2:45, úgyhogy szállunk fel a következő buszra, ami ma jön. Itt folyamatosan jönnek itt is a buszok. Tettem most egy kört. És megyünk a következő helyre, ahol még nem tudom, hogy milyen látnivalók lesznek. Hát nem tudom, a hangom is mennyire hallatszik, mert mindjárt várj egy pillanatra. De Janika. They just repainted the flag at Lovell this last year, first time since 1975. I understand the paint was donated by a firm in Kentucky. It took over 600 gallons of paint. Continuing with Sally and Al. Szóval bejöttünk végül is a harmadik és egyben a utolsó helyünkre, ahol a űrállomásoknak a darabjait rakják össze, és hát itt megmutatják azt, hogy hogyan néz ki egy űrállomás, ami kikering a világűrbe, és emberek élnek rajta. És hát ezt mutatjuk most meg, kicsi gyitve. Hát ugye ez itt a szovjet. Egy szovjet űrállomás, fölölték ugye a kezdő darabot, és akkor ehhez mindig csatlakoztak újabbak. Hát a Progress űrhajó, ugye ott van oroszul is rajta, ami hozzá kapcsolódott. És ugye minden űrállomás egy része lett, itt vannak a napelemek, amik energiával látják el. És hát ezekhez a részekhez ugye mindig lehet kapcsolódni a későbbiekbe, és egyikből át lehet menni a másikba. És ez pedig itt a Soyuz 3 szovjet űrhajó, ami szintén csatlakozott ehhez az űrállomáshoz. Ez tulajdonképpen a Mir űrállomásnak a kicsinyített mása. Az óriási méretei vannak egyébként ennek a valóságban. És hát itt van az amerikaiaknak is, ők is csináltak ilyet. Azt majd később fogjuk mutatni. És ezeket viszi fel végül is a Challenger. Ezeket hordja ki a világűrbe és a műholdakon kívül. És majd belsejébe is be tudunk menni az egyik. Végül is ez? Nem, ez a szovjet Mir űrállomás. Ott van a Soyuz 3, okay. Ott van a Progress, látod? És ezek csatlakoznak mindig hozzá. Ja, ezek kapcsolódnak össze. Igen, és ezen élnek, ezen a középső részen. Ebben élnek ott fönt. Több évig fönn vannak. Érted? És oda tudnak... Mind a kompok, tudod, ugye rákapcsolódnak, és akkor át tudnak menni.
Na jó, hát akkor lemegyünk, vagy menjünk föl még először, és majd bemegyünk ide egy ilyennek a belsejébe is. Hát itt van az amerikai űrállomásnak is egy kicsinytett mása, ugye ezek is felmennek, és akkor ellátják, ez egy ellátó hajó rész, és itt mutatja a keresztmetszetbe is az egészet, hogy miből áll, hogy néz ki, stb. És hát ebbe mozgolódnak az emberek, élnek, ugye, és dolgoznak természetesen. Az Apollo űrhajó vitte fel ezt, és ez a teleszkóp. Itt van egy űrhajós ruha. Itt van egy űrállomásnak a belseje, hogy hogy néz ki. Hát ugye ez kínaiul van nekünk itt, mi micsoda. És a sok gomb. Millió gomb, meg minden. Ugye szék, meg a jó ég tudja, hogy mi nincs itten. Elég masszív dolgok, elég masszívan van itt minden megcsinálva. És ott persze van kijárata is, nézd. Úgyhogy itt minden nyavaja van. Fele tudja, hogy mi micsoda mégis. Monitorja neki minden. Jó, ilyen erős anyagokból van minden megcsinálva. Több kijárata is van ennek. Csatlakozó részek. Az amerikaiaknak is az űrállomásuk. Ez kb. 10-szerese a szovjetnek. Hát egy ilyen henger, az itt van lent. Szóval el lehet képzelni, hogy... És ez belefér ugye a Challengerbe? Fene tudja, hogy belefér, de hogy viszik föl, én nem tudom pontosan. És hát ilyenekből áll össze aztán az egész. Ugye itt van az a középső rész, az meg itt van pont alattam. Ugye, az a központi, ugye egyikből át lehet menni a másikba, nem ilyen folyosóban. Nem hiszem, hogy a gyerekek vannak ide. Ja. És hát azért el lehet képzelni, milyen lehet az élet egy ilyen helyen, mi? Így fönt. És így mennek oda. Kurva nagy. Hogyha előbb megy a földlátó viszélyében, ja. Akkor igen. Hogyan, hogy látni? Hát olyan nagy, hogy szabad szemmel látható. Hát én nem hiszem. Értünk ennek a belsejébe, és hát itt mutatja, hogy micsoda. Mi micsoda? Hát itt van egy hogy ablak például, itt kilát a virágűrből. Itt van neki a mikrosütője, ez a konyha. És hát itt ilyen tartályok vannak, amikben ugye a pisaik van, egyéb dolgok, meg minden. És itt ez a néző helye neki, ez itt micsoda? Wardroom, az mi? Alvó helye. Ez a hálószobája az űrgének. Itt alsz. Így, ahogy itt van. Ezt így, ahogy van, ezt fölviszik, és akkor ebbe él. Persze itt akkor nincs üveg előtte. Itt él ebbe. Hát itt alszik ebbe. Van hírva. És akkor, tehát itt főz, ugye? Itt van neki a ivó helye, ugye? Meg hát egyéb dolgok. És van a zuhanyzó. Van a zuhanyzó rész. Ez egy ilyen komoly dolog. Ugye bemegy, és akkor itt van. Ez egyben szívja is el a vizet, ugye? Akkor itt van a WC. Ez ilyen vákummal szedik ugye a súlytalanságban, csak így ez a shower. Azért nem tudom, mi lehet ez. Tehát a törőközök, jó? Nem tudom, lehet, hogy kész szárítva. Meg egyéb törőközök, egyébek vannak itt.
rakodó rész. Van aztán egy olyan rész, amikor hozzá kapcsolódik valami, és akkor vagy jobbra, vagy balra, tehát mint egy útkereszteződésben van. Ez ilyen, ja. Szedi a levegő. Ja, minden. Ja, ja. Ez az a... Igen. És akkor itt kijöttünk. Aztán menjünk a következőbe. Jó, meg van csinálva. De van. Írógép, komoly műszerek. Nagyon komoly műszerek. Ez egy laboratórium végül is, ugye? Ez ebbe dolgoztak, ez a dolgok is. Még növények is vannak. Meg komoly. Komoly műszerezettség. Ezt amikor csinálják, akkor szájban, ja, hűtő is van, fagyasztó is. Akkor csinálják, akkor szájmaszkban vannak. Olyan tisztaság, hogy jelenik. Azt mondom, hogy kell, ez egy bemutató terem. Tehát, hogy itt mi van középen, azt nem tudjuk, hogy ez be van ponyvázva. Ezt nem részítjük meg. Na, hát akkor most innen átmegyünk a másikba, jó? És akkor megnézzük, hogy ott is mi. A várakozás a viszontra, most már megjöttem. Szerencsére jött kettő, úgyhogy remélem fülfélünk. Hát visszaértünk a eredeti kiinduló pontunkhoz. Aztán még van egy háromdimenziós mozink hátra, de van még fél óra, aztán majd kijövünk. Minden marha drága, és hát ugye észre dolgoztunk, hogy hoztunk magunk a kaját, meg indivalót, meg mindent. Úgyhogy gyorsan itten eszünk egy szendvicset, aztán megyünk vissza filmet nézni. Úgyhogy itt voltunk reggel, itt álltunk meg, úgyhogy majd innen folytatjuk. Még nem tudom, mennyi lesz a látnivaló, hát azóta így benépesült a parkoló rendesen. Úgyhogy reggeli tanik voltak. Ennyi volt egy gyors kör. Úgyhogy kajálunk, aztán megyünk vissza. És már megint megyünk majd egy mozit nézni. Aztán itt az előtérben van ilyen tájékoztató, ilyen hologramszerű dolgok között. Itt az egészségről és a gyógyszereléssel kapcsolatos dolgokkal mond itt az űrge egy pár mondatot. Egy meghatározott időtartam adáson, és amikor vége van, és újra akarod kezdeni, akkor ide ráteszed a kezedet, a tenyeredet, és akkor újra elkezd az egészet. Meg ilyen játék folyik. Ez pedig ilyen űrrel kapcsolatos kvíz kérdések. Ez is ilyen, mint a hologram olyan. Rá van vetítve program, és ráteszi a kezét, és akkor rögtön elkezdi a üzőt. Full size guys. I said full size now. Na. Rávilágít a... Na, itt is ilyen demonstrációk vannak. Of all the things I looked at, probably the one that's problem that would be the vehicle, maybe the one I miss. But you reach a point where there's nothing more you can do. You've done all the inspections, the countdown has reached a terminal point of T-minus 31 seconds. Ezeket az épületeket, amik itt le vannak így rajzolgatva. Ezeket néztük végig. Csak itt így egybe vannak ezen a falon. Probably the one to use this installation. Igen.
But unfortunately, they're very friendly. Volt a kirándulásunk, úgyhogy ezennel innen elköszönünk a Kennedy űrközpontból. Most egy háromdimenziós filmvetítésen voltunk, aztán ez volt a látnivaló, ugye próbáltunk mindent lefilmezni, lefényképezni. Jól éreztük magunkat, jó volt a nap, és mindent sikerült végül is megnézni. Hát a teljesség igénye nélkül, úgyhogy remélem jól sikerült ez a kis film. El is búcsúzunk a képkeneverőtől. Bye bye! Jó van. Aztán elindulunk haza lassan.